Sziasztok! Nos, a videó címválasztása nem a véletlen műve. Nagyon el kellett gondolkodnom azon, hogy tényleg én is gluténérzékeny lettem. És bizony, amikor belevetettem újra magam ebbe a témába, mert hogyha emlékeztek esetleg korábbról, már jó néhány videóban volt róla szó, hogy gluténérzékenység, és hogy nem kellene búza termékeket fogyasztani, nem kellene szénhidrátokat fogyasztanunk ennyit, akkor már szóba került ez a téma, viszont túlléptem rajta. Most viszont a desztillált vízzel kapcsolatban nagyon érdekes módon újra kapcsolatba kerültem ezzel. Nem is a desztillált vízzel kapcsolatban, hanem a csökkentett deutérium tartalmú vízzel kapcsolatban, hiszen erről is esett már korábban szó, hogy mondjuk ha valaki daganatos betegségben szenved, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy lecsökkentsük ne csak a deutérium tartalmát az ivóvízünknek, hanem a táplálkozásunkban a szénhidrátnak a mennyiségét. Ez nagyon-nagyon fontos. No, de ebbe a témában ne is nagyon mélyüljünk el, ne is nagyon menjünk bele. Én azt gondoltam, hogy készítek egy rövid összefoglaló videót a gluténérzékenységről, egyáltalán a tünetekről, és más egyéb dolgokról. El is kezdtem, és készítettem hozzá videó közben rajzokat is, de aztán olyan móriczka rajzok sikerültek, meg annyira nem tudtam összefoglalni, hogy aztán ezt elvetettem, ezt a kérdést, és azt látom, hogy nem lehet erről így több mondatokban beszélni. Tehát ezt nagyon összeszedetten egy forgatókönyv mentén majd elmondom nektek, de nagyon sok gyakorlati tapasztalatot fogok megosztani. És bizony nagyon meglepett, hogy amikor elhagytam a kenyeret, a fehérlisztet, akkor elkezdett megváltozni a szervezetem működése. Jobban éreztem magam, energikusabbá váltam, jobban aludtam, megszűntek azok a tünetek, amik addig voltak, például a puffadás, és még gyomorsav túltengés is alább hagyott, úgyhogy majd erről is rengeteget fogok beszélni. No, de nézzük is meg, hogyha gluténmentesen szeretnénk táplálkozni, akkor milyen lehetőségeink vannak. Én bármikor bementem egy boltba, akkor egyszerűen szinte nem találtam olyan élelmiszert, amit azonnal lehet fogyasztani, és gluténmentes lenne, vagy szénhidrátmentes lenne. És bizony, ha megvizsgáljuk, akkor azt gondolom, hogy a 95%-a vagy 90%-a az élelmiszereknek az valamilyen péktermék, ami nyilvánvalóan búzából készül. Viszont amikor belemélyedtem a deutérium témakörébe, ugye a deutérium az a hidrogénnek egy változata a vízben, tehát a nehéz víz az a deutériumos víz, ez azt jelenti, hogy ott nem csak a hidrogénhez kötötten, ugye nem csak a protonhoz egy elektron társul, hanem van egy neutron is. Most, hogy a desztillált vízzel és a csökkentett deutérium tartalmú vizekkel kezdtem el mélyebben foglalkozni, akkor találtam olyan információkat is, amelyek egy kicsit ledöbbentettek. Például az, hogy a szervezetünkben keletkezik víz, amikor mi élelmiszereket fogyasztunk, tehát kicsit megdőlni látszik az a feltételezés, hogy nekünk 3-4 liter víz fogyasztására van szükségünk víz, vagyis folyadék formájában. Természetesen mi emberek és az összes többi élőlény is azért fogyaszt táplálékokat, amit itt is látok, zsírokat, fehérjéket, szénhidrátokat, hogy ebből energiát állítson elő, illetve fel tudja építeni a szervezet önmagát, és tudja működtetni azt. Ez egy ilyen nagyon-nagyon bonyolult vegykonyha gyakorlatilag a szervezetünk működése. Nagyon megdöbbentett az a felismerés, hogy a szervezetünkben, amikor táplálkozunk és elégetjük ezeket a tápanyagokat, vagyis energiát hozunk létre, energiát képzünk ezekből, akkor víz keletkezik a szervezetünkben. Ez sejtszintű víz. Most abban nem menjünk bele, hogy ennek mennyi a deutérium tartalma, meg hogy ez jó a szervezetünk számára, hanem arról beszéljünk, hogy ugye mostanában az a hír járja, hogy legalább 30 ml per testsúly kilogramm mennyiségű vizet kell pluszban bevinnünk. Ez azt jelenti, hogy egy 100 kg-os embernek körülbelül 3 liter vizet kell meginnia. No, de vizsgáljuk is meg pár mondatban, hogy hogyan is keletkezik víz a szervezetünkben. Hogyan is tud a szervezetünk saját magának előállítani vizet sejtszinten. Ez nagyon egyszerű dolog, hiszen amikor a táplálékokat elégetjük, illetve azokat lebontja először a szervezet, utána átalakítja egyszerű cukrokká, és a többi,
ezt ő fel tudja dolgozni, és akkor szépen a mi kis erőműveinkben, ezt úgy hívják, hogy mitokondriumok, itt állítja elő ugye a szervezet az energiát, itt szépen elégeti ezeket. És ugyanúgy, mint amikor a szenet elégetjük, vagy az autónkban az üzemanyagot, itt is széndioxid és víz képződik, és ezért lélegzünk, ezért van ez a gázcsere, ezért van rá szükség, hogy az oxigént ehhez az égéshez bejuttathassuk, majd utána a képződő széndioxidot kilélegezzük. Viszont sejtszinten bennmarad az a víz, ami ilyenkor keletkezik. Nagyon megdöbbentő volt számomra, hogy micsoda különbségek vannak attól függően, hogy milyen tápanyag típust viszünk be. Például, hogyha zsírt égetünk el, zsírt dolgozunk fel, akkor 1 kg zsír feldolgozása közben, vagy elégetése közben 1,1 liter vizet állít elő a szervezetünk. Míg a szénhidrátok esetén, hogyha szénhidrátot viszünk be, akkor ez az arány ez jóval alacsonyabb, mert csak 0,5 liter vizet állít elő 1 kg szénhidrátból. A fehérjéknél 0,6 ez az arány. Jó, tehát látható, hogy ha zsírokat fogyasztunk, akkor ebből a szervezet nagyon nagy mennyiségű vizet tud előállítani. Vagyis nem kell annyi plusz folyadékot bevinnünk a szervezetünkbe. Ráadásul ugye az emésztésünkhöz is szükség van folyadékbevitelre, ez nem annyira jó, hogyha a bélrendszeren keresztül visszaszívja a szervezetünk és így használja fel, tehát valamennyi folyadék fogyasztására nyilvánvalóan szükség van már csak az emésztésünkhöz is. Na de mielőtt elmélyülnénk ebben a témában, nézzük, hogy miért is van itt ghee, azaz tisztított vaj előttem. Azért, mert ezt reggeliztem. Méghozzá gluténmentes ilyen kis abonett kenyérkével, ami nem búzából készült, hanem más összetevőkből. Most ebbe sem menjünk bele, sokféle ilyen anyag van. A kukoricát azt én kerülném, ez pedig például kukoricából készült termék. Azt gondoltam, hogy nagyon finom, mert korábban Egerben, a Govinda étteremben ettem ilyen, szerintem kukoricából készült kis kenyérkét, ami nagyon ropogós és nagyon finom volt. Azt gondoltam, hogy ez is ilyen lesz, de tévedtem. Egyébként nem volt rossz, elég laktató volt, de majd erről is beszélünk. De nézzük, hogy miért is fogyasztok én állati zsíradékokat. Ugye itt van a vaddisznó zsír is mellette, de igyekszem most a ghee-re koncentrálni. Ez egyébként is nagyon pozitív a szervezet számára a tisztított vaj, tehát ezt terápiában is alkalmazzák, például a mongol gyógyászatban, és ott többféle állati zsíradékot is, tehát például hájakat is alkalmaznak, és nem véletlenül. Ez is összefügg majd a deutériummal, de ebbe is majd később részletesen belemegyünk. Na és egy ketotikus diétát fogok most követni, ami arról szól, hogy zsírból viszem be a megfelelő mennyiségű tápanyagot, illetve a megfelelő mennyiségű energiát, hiszen ebből tud a legtöbb sejtszintű vizet előállítani a szervezetem. Innentől kezdve nagyon kevés szénhidrátot fogok fogyasztani, és igyekszem tényleg ezeket a zsírokat szem előtt tartani főleg. Természetesen fogyaszthattok nem hidrogénezett zsírokat is, ilyen például a kókuszsír, ami, hát egyesek szerint ugye nem nagyon kell nekünk magyarunknak ezt enni, hiszen Magyarországon nem fellelhető dolog, de azt gondolom, hogy egy elég jó arányú zsírról van szó, tehát minden olyan hasznos anyag benne van, amire szükségünk lehet, és még ráadásul a kandida diétában is szerepet játszik, mert van egy kis gombaellenes hatása is, de majd erről is beszélünk a későbbiekben. Viszont nagyon javaslom nektek a tisztított vajat fogyasztásra, illetve minél tisztább forrásból, minél jobb forrásból szerezzetek be mangalicazsírt, akár vaddisznózsírt, inkább a mangalicazsírt javasolnám, hogyha tényleg szabadtartásban tartják azokat az állatokat, mert a kukoricával etetik, és nem szabadtartásban vannak, akkor semmi értelme a dolognak. Aztán kerüljétek a hidegen sajtot, olajokat én azokat nagyon nem kedvelem, tehát napraforgóolajat én nem biztos, hogy ajánlanám, viszont olívaolajat, meg hasonlót azt lehet szintén fogyasztani, tehát a növényi zsiradékokban és a növényi zsiradékok is hasonlóképpen viselkednek, mint az állati zsiradékok, viszont gondoljatok bele, hogy egy például füvet legelő marhának a zsírjából előállított, és ugye nyilván a tejből állítják elő a tisztított vajat, tehát ezekben koncentrálódik az a sok pozitív anyag, amitől legel, hogyha tényleg legeltetésből származik ez, vagy onnan kaszálják a szénát, és azzal etetik az állatot, akkor ez egy pozitív dolog. Ezt is nézzétek meg mindig, hogy milyen forrásból származnak ezek az élelmiszerek.
No, azt gondolom, hogy egy picit azért bele kell mennünk itt a gluténbe, és elő fogom venni azt az ábrát, amit itt rajzolgattam Móriczka rajzokkal, és tényleg csak nagyon röviden beszéljünk erről, azért, hogy honnan is jött ez az egész gondolat, hogy most tényleg gluténérzékeny vagyok, vagy sem. Nézzük meg, hogy mi is az a glutén egyáltalán. Ugye a glutén az egyenlő sikér, vagy gliadin, vagy glutamin, tehát ezek gyakorlatilag majdnem mindegyik megfogalmazással, mindegyik megnevezéssel ugyanarról az anyagról beszélünk. Ez nem csak a búzában található érdekes módon, hanem több gabonában is, ami hasonlít a búzához, ilyen például az árpa és a rozs. De legnagyobb mennyiségben a búzában lelhető fel, viszont nem is olyan régen használnak búzát, mint ahogy azt gondolná az ember, hogy ez milyen ősi táplálékunk. Csak ugye azt is elfelejtjük, hogy korábban nem élesztővel készítették a kenyeret, hanem ugye láttunk régi filmeket, sőt most is láthatunk, ahol lepényeket készítenek, de ezt nem fújják fel élesztővel, hanem egyszerűen oda tapasztják a felforrósított kőhöz, és ott kisütik, és ezek nagyon finomak ezek az élelmiszerek. Na és itt felírtam, hogy 12 ezer év, tehát 12 ezer évvel ezelőtt került be az emberiség tudatába, vagy egyáltalán táplálkozásába a búza, és utána kezdett ez elterjedni, de egyáltalán nem kapott akkora szerepet, mint a mai világban. Ugye az egyik legolcsóban előállítható élelmiszer, nyakra főre vannak pékségek a környezetünkben, hozzá tudunk nagyon könnyen jutni, és nagyon olcsó élelmiszer, nagyon tápláló. És nem véletlen egyébként az sem, hogy mi szeretjük ezeket az élelmiszereket, hiszen hát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a glutén, amikor felszívódik, akkor a morfin érzékelő receptorainkhoz kapcsolódik, tehát egy kicsit megtéveszti azt. És ezért, hogyha édességet fogyasztanak például hölgyeknél, ugye ez egy nagyon jellemző dolog, hiszen ők egy picit úgy szerintem hajlamosabbak a depresszióra, meg így a szeszélyes hangulatváltozásokra, főleg egyes időszakokban, ezért nagyon jól esik számukra, hogyha mondjuk valamilyen süteményt vagy szénhidrátot fogyasztanak, és egy olyan eufórikus állapotba kerülnek. És nagyon érdekes kísérleteket végeztek, amikor ezeket a morfin érzékelő receptorokat blokkolták, és nem alakultak ki ezek az érzések érdekes módon. És akkor tudtak fogyni a hölgyek, utána, mivel nem alakult ki az eufórikus függőség, ezért le tudtak szokni a szénhidrátokról, de egyébként nem. Tehát ez is egyfajta függőséget okoz. Na de most ebbe sem menjünk bele ilyen nagyon mélyen. De nézzük is meg, hogy most mi a probléma a búzával. Mert ez a búza, amit ma termelnek, ez egyáltalán nem is hasonlít szinte a korábbi ős búzáinkhoz, ős búzafajtáinkhoz, hiszen átesett egy olyan nemesítésen, amiért még ráadásul Nobel-díjat is osztogattak, hogy kifejlesztettek egy alacsony szárú búzát, aminek a sikértartalmát is feltornázták. Ha jól tudom, akkor most olyan 2-3-szorosára már, mint az ősi gabonáké volt. Miért is tették ezt? Azért, mert a gluténtól lesz gyakorlatilag nyújtható, olyan frankó nyúlós, hogy akár keltésztákat tudunk belőle készíteni, akár a pizza szakács ezt tudja forgatni, tudja nyújtogatni, és így tudja kialakítani azt a frankó pizzát, amit készít nekünk, és nagyon sok süteményhez is ez szükséges. Oké, tehát ezt okozza a sikér, és ugye a sikért azt lehet külön is kapni, pont azért, hogy javítsuk a kenyerünk állagát. Mi is használtunk sokáig, amikor itthon sütöttük a kenyeret, mi is használtunk hozzá a sikért azért, hogy még jobb minőségű legyen ez a kenyér, és még fogyaszthatóbb. Tehát a probléma az, hogy megnövekedett benne a sikértartalom, azaz a gluténtartalom. Eddig lehet, hogy tolerálta a szervezetünk, hiszen hozzá volt szokva az alacsonyabb értékhez, azt még el tudta viselni. Viszont a mostani mennyiséget már nem biztos, hogy el tudja viselni. Ugye, amikor gluténérzékenységről beszélünk, akkor beszélhetünk erről a rövidítésről, hogy ATI, azaz amiláz tripszin inhibútor, azaz amiláz tripszin gátló. Ez egy bonyolult enzimatikus folyamat nyilván, amikor a szénhidrátokat lebontja a szervezet, és a glutént is felhasználja, úgyhogy ebben most nem megyünk bele, ennyi elég róla, tehát az a lényeg, hogy bizonyos folyamatokat meggátol, lefékez, megtéveszti a szervezetet. Tehát nem csak feltétlenül glutén érzékenységről beszélhetünk, ugye, amit akár egy
egy vércsepp analízissel is, egy gyors teszt segítségével. Most éppen nincs itt olyan gyors tesztem, de hasonló dobozban van, mint ez a teszt is. És ilyen gyors teszteket tudunk vásárolni. Ezekkel a gyors tesztekkel meg tudjuk nézni, hogy van-e ellenanyag termelés a szervezetünkben a glutén ellen gyakorlatilag. Na most, amikor ez megjelenik, tehát az immunrendszerünk válasza. És nem azt tudjuk nézni, hogy van-e glutén egyszerűen a szervezetünkben, az sokkal egyszerűbb megnézni, hogy van-e ellenanyag, és ez az IgE nevezetű ellenanyag, ami, hogyha megvan a szervezetünkben, akkor biztos, hogy mi glutén érzékenyek vagyunk, vagyis nulla glutént szabad csak bevinni a szervezetünkben. Ugye beszélhetünk laktózérzékenységről is, amit nagyon jól felismert, mint piaci részt az élelmiszeripar, és elkezdték jobban drágában a laktózmentes termékeket árusítani. Ugyanez lesz egyébként, csak mondom, a gluténmentes élelmiszerekkel is. Amiket itt most látok, gluténmentes élelmiszereket, ezek aranyárban vannak sajnos, pedig egyszerűen nem értem, hogy miért, nyilván sokkal kevesebbet gyártanak belőle, talán ez lehet az oka, de én azt látom, hogy felismerte most már az élelmiszeripar azt, hogy tök jó, kialakítottunk egy problémát, és most adunk rá egy tök jó megoldást, még drágábban. Tehát én ezt látom itt probléma forrásnak, tehát az, hogy egy gluténmentes kenyér 250 grammos, azt hiszem, és közel 1000 forintba kerül, az gondolom, hogy elfogadhatatlan. Tehát én ennek nem szeretnék asszisztálni, ezért vettem is gluténmentes lisztet, és saját magamnak fogom sütni a kenyeret, ha van rá egyáltalán szükségem, mert ugye itt láthattuk az előbb ezt a kis kétszer sült kenyérkét, amivel nyugodtan lehet ezeket helyettesíteni, nyilván lemondással jár. Na de térjünk is vissza arra, hogy ugye van a gluténérzékenység, amit egy egyszerű ilyen vértesztel ki lehet mutatni. Ezek ilyen 80-90%-os megbízhatóságúak. Tehát attól, hogy negatív lesz az eredményünk, még nem biztos, hogy nem vagyunk gluténérzékenyek. Van lehetőség a például lisztérzékenységnél, mert ugye van, amikor a gluténre vagyunk érzékenyek, van, amikor lisztérzékenyek vagyunk, tehát magára a gabonára vagyunk érzékenyek, és ez pedig egy ilyen, mint a laktózintolerancia, itt is egy ilyen intolerancia inkább, tehát hogy nem tudjuk nagyon lekezelni ezt, és ez sokkal enyhébb tünetekkel jár. Tehát ha valaki allergiásra és allergiás reakciót okoz nála a glutén, akkor gyakorlatilag hasmenése lesz, puffadása lesz, ízületi gyulladások vannak, fogénygyulladás van, csontritkulás, pajzsmirigy problémák, és mehetnénk tovább ezen a soron, hogy mennyi minden betegséggel függ össze, mennyi betegség kialakulásával függ össze ez a gluténérzékenység. De van, amikor csak mondjuk lisztérzékenységről beszélünk, van, amikor csak egy intoleranciáról beszélünk, van, amikor egyáltalán nem okoz bélrendszeri tüneteket, hanem mondjuk afták alakulnak ki gyakran a szánkban. Ez is ide utalhat esetleg, persze az immunrendszer állapotát is tükrözheti ez, tehát hogyha le van gyengülve az immunrendszerünk, vagy például, ha fogzománc betegségünk van, és elkezd hirtelen szuvasodni a fogunk, akkor is gyanakodjunk, hogy itt kálcium felszívódási zavar van, és miért is baj ez, hogy egy ilyen autoimmun betegség kezd kialakulni a szervezetünkben? Azért, mert ugye, amikor bekerül a glutén a szervezetünkbe, akkor ő egy kicsit alattomosan teszi ezt. Tehát ő próbálja álcázni magát. És így be tud jutni először a bélbolyhokon. A bélbolyhokban felismeri az immunrendszerünk, hogy áj, ott valami nem stimmel, ezt el kell pusztítani, ő ellenség. És bizony megtámadja a szervezet ezeket a idegen anyagokat, vagy allergén anyagokat, amiről tudja, hogy az nem odavaló a szervezetünkbe. Igen ám, csak amikor, mivel ő álcázza magát, és amikor ő feldolgozás alatt van, és kötődik a sejtjeinkhez, és az enzimatikus folyamatainkhoz, akkor is ott látja, hogy hoppá, ott is ott van, és hú, mennyi van belőle, és gyorsan pusztítsuk el, és öljük meg, és legyen vége ennek, és elkezdi a saját szervezet, saját sejtjeit is megtámadni. És ebből lesz egy bélgyulladás, egy nyálkosodás, és ennek a súlyos következménye lesz az, hogy elkezdenek elpusztulni a bélbolyhaink. Ez mit okoz? Felszívódási zavart okoz. Felborul a kálciumanyag cseréktől kezdve minden csontritkulás alakul ki, nem tudjuk felszívni a szükséges nyomelemeket, tápanyagokat, például, hogyha ha zsíros széklet alakul ki. Tehát, hogyha egy zsírbevonatot látunk, fényes a széklet, akkor gyanakodjunk, hogy valami hasonló kezdődött el a szervezetünkben, mert nem tudnak a tápanyagok sem normálisan felszívódni. Utána jön az áteresztő bélszindróma, amikor minden felszívódik, az is, aminek nem kellene felszívódnia.
Ezt nagyon egyszerűen lehet ellenőrizni, egy céklatesztel majd nézzetek utána, de én is beszélni fogok a későbbiekben róla. Sőt, erről az egész témakörről nagyon részletesen fogok beszélni, és belemegyünk mindenbe, töviről hegyire, hogy mi hogy van és merre, mert nagyon-nagyon fontos, nagyon-nagyon sok embert érint. Érdekes, hogy az USA-ban eddig alig 2% vagy 1%-ra, ugye kb. 220-230 millióan élnek az USA-ban tudomásom szerint, és a 2 millió embert érintett eddig a 2006-os adatok szerint, viszont most már azt mondják, hogy 20 milliót is elérte az ilyen problémával küzdő emberek száma, az viszont nagyon-nagyon jelentős, ha belegondoltok, majdnem 10%-a. Sok helyen Európában még ennél nagyobb számokról is beszélnek, 20%-ról is beszélünk már. Na de nézzük, hogy mi is az a glutén. Miért is termeli a búza a glutént? Ugye van olyan álláspont, amivel én tudok azonosulni, lehet, hogy sokan nem, de majd vitatkoztok úgyis velem a hozzászólásokban, hogy a glutént azért termeli a búza, azért termeli az ápol és a rozsis, hogy a saját kártevőitől megóvja saját magát. Vagyis ez egy azért termeli ezt a toxint, mint például a gyilkos galóca is, hogy ugye ezt elfogyasztja az állat, aztán szépen kipusztul tőle, és utána nem tud több gombát megenni. Ez egy drasztikus dolog. Vagy például vannak olyan növények, amelyek csak annyit termelnek, hogy elriasszák az állatokat, és ezt tudják is az állatok. Például nagyon érdekes dolog, és ezt ki is próbáltam a saját csirkéinknél, búzát adtunk nekik. És úgy képzeljétek el, hogy a kukorica, az árpa, a napraforgó közül kiválogatták a csirkék, hogy kikaparták a búzaszemeket, és nem ették meg. Nem véletlenül. Tehát ezek az állatok nem buták, bennük van még az a felismerő rendszer, az ösztönös felismerő rendszer, ami bennünk már sajnos nem nagyon lehető fel, hogy tudják, hogy mit nem szabad megenni. És azért nem eszik meg, mert a glutén rájuk is ugyanolyan hatással van, mint az emberekre, hogy egyszerűen oda fognak piszkítani, tehát hasmenést okoz náluk is, és utána nem lesz jó az ő emésztésük sem, és ilyenkor nézzétek meg az udvart, hogy mit művelnek a csirkék vele. Tehát valami egészen elképesztő. Tehát ezt a saját károkozói, a madarak ellen főként hozta létre a búza, és ez egy méreganyag idézőjelbe téve, azért, hogy ne fogyasszák el. Mi emberek pedig azt láttuk, hogy meg is növeltük háromszorosára ennek a méreganyagnak az arányát a búzában, mert így lesz jó minőségű, jól learatható, ez az emberiség élelmezésének a megoldása szerintünk, és elkezdtük ezt fogyasztani. Olcsón előállítható, eufóriát okoz, jól érezzük tőle magunkat, jól lakunk tőle, finom, jó érzés, minden happy. Igen, csak ez lesz belőle. És sajnos van a gluténfogyasztásnak egy olyan következménye is, amikor nem okoz bélrendszeri vagy emésztőrendszeri problémákat és panaszokat, hanem egyszerűen a pajzsmirigynél lesz probléma, a fogak elvesztését fogja okozni, hajhullást okoz, májcirózist okoz, és jönnek csőstől a bajok, és daganat alakul ki. De miért is vannak ezek? Azért, mert tovább megy a szervezetben, és ott is idegen anyagként ismeri fel, és elkezdi megtámadni ott is a saját sejtét, tönkreteszi a saját pajzsmirigyét, ugye a szklerózis multiplexben is már kezdik gyanítani, hogy esetleg ez is állhat a hátterében. És még egyszer mondom, a kálciumanyagcserénk, ha felborul, akkor a fogzománcunk fog sérülni, nem tudja visszapótolni a fogazatunk a megsérült fogzománc, elveszítjük a fogainkat, szúrsodni fog, érzékenyé válik, fogénygyulladás alakul ki, bélgyulladás alakul ki, és mehetnénk tovább a sorban. És azt nagyon egyszerűen le tudjátok teszteni. Egyszerűen megszüntetitek a gluténbevitelt, vagyis gluténmentes élelmiszereket fogyasztotok. Egy viszont nagyon-nagyon fontos. 21 nap. 21 napig a szervezetünkben tud maradni a glutén. Tehát ahhoz, hogyha ezt ki akarjátok próbálni, akkor legalább 21 napig fogyasszatok gluténmentes élelmiszereket, és rájöttök, hogy sokkal energikusabbak lesztek. És van egy másik érdekes dolog, és ugye pont amiatt, hogy ez egy ilyen hát kellemes tudatállapotot okoz a glutén fogyasztása, viszont biztos ismeritek azt a megnevezést, hogy szénhidrát kóma. A szénhidrát kóma az nem más, mint az, hogy ha szénhidrátot fogyasztunk, akkor ugye először nagyon megemelkedik a vércukorszintünk, majd utána, amikor elkezdi az inzulint bepumpálni a szervezetbe, a véráramba a szervezetünk, akkor szépen bemennek a sejtekbe, és megint egy olyan állapot alakul ki, mintha nem ettünk volna semmit. Na most ez a szénhidrát kóma, amikor
amikor így behalszunk ilyenkor, mert lecsökken az a vércukorszintünk. Majd utána persze megint próbáljuk, megint éhesek leszünk, és akkor megint még több szénhidrát, és ez egy ilyen ördögi kör, ami beindul. Na most, ha viszont megmérjük a vércukorszintünket, és nem ilyen ingadozásról van szó, ugye én ezt megtettem, hát ugye vannak olyan videóim is fent, ahol szinte 10-15 percenként, amikor éreztem valami változást a szervezetemben, akkor én megmértem a vércukorszintemet, egy nap alatt elhasználtam egy 50 darabos vércukorcsíkot, és pont ezt tanulmányoztam, és mostanában nem megy fel, tehát nem ingadozik a vércukorszinten, mégis álmos leszek, és mégis bealszom, miután ilyen szénhidrátokat vagy glutént fogyasztottam. Ez is egy ilyen összefüggés, tehát hogyha fáradékonyak vagytok, hogyha valamit esztek, és le kell feküdnetek utána, és elalszotok, akkor szintén gyanakodjatok, hogy ilyen probléma van. Amióta gluténmentesen táplálkozom, sokkal energikusabb vagyok, sokkal jobban fog az agyam, sokkal jobban átlátok dolgokat, és nem alszok be, miután ettem. Eddig ettem mondjuk egy jó túrós csúszát, azonnyomban mennem kellett az ágyba, és pihennem kellett, és már el is aludtam. Jó? Tehát legyetek résen, és lássátok ezeket a tüneteket, mert valamikor a biopszia, ugye a bélbolyhokból vett biopszia sem hoz eredményt, nem hoz eredményt a vérteszt, nem hoz eredményt egyetlen diagnosztikai eljárás sem, és mégis ott van a háttérben ez az egész. Az egyetlen dolog, amivel szerintem ezt jó meg lehet tanulmányozni, meg jól ki lehet deríteni, az, hogyha megvonjátok a gluténbevitelt a szervezettől. Oké? Most hirtelen ennyi jutott eszembe, és ez nem egy szakmai videó, azt tegyük hozzá, tehát hogyha ti benne vagytok a szakmába, és kenitek, vágjátok ezt a témát, akkor ne nézzétek ezt olyan kritikus szemmel, hogy én most egy szakmai videót készítettem volna. Nem, ez egy abszolút laikus videó, tehát én, mint ennek az egésznek az elszenvedője, igyekeztem minél több információt összegyűjteni, és amit átengedek az én saját szűrőmön, és én hozok döntéseket, én azokat mondom el nektek, ezek már szűrt információk, ha nem értetek vele egyet, akkor nyilván lehet benne vitatkozni, és mindenképpen tegyétek is meg. Hogyha van plusz információtok, azt pedig nagyon-nagyon szívesen veszem, hogyha ti saját tapasztalattal rendelkeztek, netán ilyen gluténérzékenységben szenvedtek, ti mit esztek, hogy esztek, lehet, hogy egy külön oldalt is megérdemelne ez, vagy egy külön csatornát. De azt gondolom, hogy inkább létrehozok majd egy blogot, vagy egy Facebook oldalt, vagy valahol, ahol ezt meg tudjuk beszélni, és ti is le tudjátok írni a saját gondolataitokat. Viszont ezt nagyon jól össze kell rakni. Tehát ez egy annyira komplex dolog, hogy az valami elképesztő. És nagyon sok minden összefügg. Tehát mivel a táplálkozásunkról van szó, és a folyadékfogyasztás is ide tartozik, ezért ezt én komplexen kezelném. Tehát az, hogy például fogyasszunk-e desztillált vizet, deutérium csökkentett vizet, akkor hogyha zsírokkal visszük be a tápanyagunkat, akkor elő tudunk állítani több ilyet, ki is tudjuk számolni, hogy mennyi folyadékra van szükségünk. Tehát az egy valós adat lehet, hogy 30 ml per testsúly kilogram, tehát még egy 100 kilós embernek 3 liter vízre van szüksége, de ha megeszik fél kiló zsírt, akkor azzal már ő 1,1-szer fél kilogramnyi vizet is bevitt a szervezetébe, és nincs arra szüksége már. Hogyha szénhidrátot viszünk be, akkor viszont van rá szükség. És nagyon érdekes összefüggések vannak. Ha értjük, hogy hogyan működik a szervezetünk, csak akkor tudunk egészségesen táplálkozni. És még egy nagyon fontos dolog, fogyókúrázó hölgyeknek ajánlom főként ezt az információt, hogy amikor megvonja a szénhidrátot a szervezettől, és mondjuk nem eszik péksüteményeket, vagy nem eszik cukrot edzés közben egy hölgy, aki próbál testsúlyt csökkenteni, vagy ez férfi is lehet nyilván, akkor egy nagyon érdekes dolog történik. Ugyanis a szervezetünk a zsírokat nem tudja elégetni szénhidrát nélkül. Hoppá! Tehát mi történik? Éheztetem a szervezetet, rá is edzek, hogy még több energiát égessek el, hozzányúlok a zsírraktárokhoz, de nem tud vele mit kezdeni a szervezet, mert nincs hozzá szénhidrát, amivel be kéne gyújtani. Tehát nincs ott az a gyújtós, amivel ezt fel tudom használni. Kell egy minimális szénhidrátot bevinni, akár szőlőcukor formájában edzés közben, hogy amikor hozzányúl már a szervezet a zsírraktárokhoz, akkor föl tudja használni azt. Mert egyébként nem fogja felhasználni. Mit fog elégetni? A fehérjéket, az izmunkat fogja elégetni.
először felhasználja a vércukor raktárainkat a szervezet, utána felhasználja a máj glikogén raktárait, majd utána először sajnos az izmokhoz nyúlna hozzá, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy például fogyasszunk L-karnitint, ugye ha vegetáriánusok vagyunk, akkor nem fogyasztunk ilyeneket, mert ez vörös húsokban van főként, tehát akkor kell plusz bevinnünk L-karnitint, aminek a segítségével hamarabb hozzányúl a zsírokhoz a szervezetünk, de be kell vinnünk szénhidrátot, mert egyébként nem tudja elégetni a zsírokat. Oké? Okay? Tehát akkor visszanyúl inkább, akkor a fehérjét fogja elégetni az izmainkat. Nagyon-nagyon értenünk kell ezt az egész biokémiai folyamatot, ami a szervezetünkben lejátszódik, és pont Robi barátommal beszéltünk erről, hogy basszus, ha jobban belegondolunk, hogy micsoda kémiai labor a mi szervezetünk, meg micsoda gépezet az, amit rendelkezésünkre áll, és ez egy nagyon-nagyon finoman megtervezett, nagyon finom egyensúlyban lévő dolog, akkor rájövünk, hogy ez a test, amit mi használunk, valójában egy ilyen biorobot, egy biorobot test. Csak azt gondoljuk, hogy ez meg minden egyéb más is. Tehát amikor megnézünk egy növényt, vagy egy állatot, akkor ott is hasonlót tapasztalhatunk. És olyan biokémiai folyamatok zajlódnak a szervezetünkben, hogy ez valami egészen elképesztő. Tehát ha lenne olyan autónk, és ezt mondtam Robinak is, hogy képzeljünk el egy olyan robotot, egy olyan gépet, amiben csak tápanyagot nyomunk, és ő mindent elvégez. Tehát ő, hogyha elromlik, helyrehozza magát, ő fel tudja saját magát építeni, egyszerű tápanyagokból létre tud hozni bármit a szervezetébe, és ezek vagyunk mi. Pontosan ilyen gépezetek vagyunk, ilyen biomechanikai, vagy nem is tudom, minek nevezzem gépezetek vagyunk. Tudom, hogy ez sokaknál kiveri a biztosítékot, de én erre döbbentem rá. Így, ahogy ezt így vizsgálottam, hogy úristen, milyen folyamatok vannak a szervezetünkben. Nagyon jó megtervezett, nagyon finoman megtervezett dolog a szervezetünk, és értenünk kell. Nekünk laikusoknak is értenünk kell, hogy mit miért teszünk, és mit miért tegyünk, és hogyan tegyünk. Én ebben próbálok majd nektek segíteni, ugye nagyon szeretek mindent tesztelni, mindennek a mélyére behatolni, szétszedni, megvizsgálni, és azt gondolom, hogy ezt ti tudjátok hasznosítani, ezt a működési módomat, mert így hozzájutok olyan információhoz, és nem kell bele energiát tennetek, majd én megcsinálom helyettetek, és eljuttatom hozzátok az információt. De ebben viszont kérem a ti segítségeteket is, hogyha tudtok, akkor segítsetek nekem ebben. No, zárjuk le itt a témát, mert nagyon hosszú lett ez a videó, nem így terveztem, és aztán majd igyekszem minél hamarabb elkezdeni erről beszélni, de lehet, hogy csak először gyakorlatban. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és megtiszteltetek a figyelmetekkel. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, hogyha szeretnétek a folytatást is látni, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni azt a kis harangi konocskát sem, azért, hogy értesítést kapjatok az érkező új videókról. Legyen szép napotok, sziasztok!